Ilyenkor, január végéhez közeledve, korábban már a dél-afrikai edzőtáborba készülődtek a nyíregyházi dobóatléták. Idén azonban hazai környezetben és fedett csarnokban dobálja a diszkoszt az olimpiára készülő Szikszai Róbert. A nyíregyházi atlétikai centrum adta lehetőségekkel élve Kerekes László csoportja, amíg lehet, a megszokott környezetben végzi az edzéseket. Az időszakban megfelelő állapotban vagyunk, tehát elkezdtük az alapozást, most a kemény maximális erőfejlesztésnél tartunk. Nem mentünk edzőtáborba, egyelőre itthon készülünk, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás, és meg annak alapján majd eldöntjük, hogy megyünk esetleg egy meleg éghajlatra, amikor már kint fogunk dobálni, mert jelen pillanatban ugye ebben a csarnokban meg tudjuk oldani, hogy a fedett pályán bent tudunk dobni, és itt ott technikázunk. A fő cél az olimpia, mindent ennek rendelünk alá, ezért lesz ugye a téli dobó Európa kupa, azon fogunk indulni, hogyha olyan állapotban leszünk, mert nem fogunk erre készülni, ezt csak egy edzéseszköznek tekintjük, és tehát elnyújtjuk a felkészülést, tehát az alapozást. Minél később kezdjük el a szabadtéri dobásokat. Szikszai Róbert két úton is kijuthat a párizsi olimpiára. Az egyik, hogy teljesíti a 67 méter 20 cm-es kvalifikációs szintet, vagy pedig a legjobb 32 között van a világranglistán a nevezési idő lejártakor. Szerencsére sérülés nincs, ugye ez a legfontosabb. Hál' Istennek mi itt azért jó körülmények között tudunk készülni, ugye bent is tudunk dobni, nem kell kimennünk a hidegbe, emiatt sem fontos nekünk elutazni edzőtáborba. Úgyhogy igazából minden feltétel adott, sérülés nincs, úgyhogy már csak rajtunk múlik. Megint van egy honlap erre, ahol lehet minden héten frissülni fog versenyeket, ahogy bekerülnek a rendszerbe. Jelen pillanatban 26. helyen vagyok, ugye 32 induló lesz kint az olimpián, azott el fog ebben benne kerülni. Az elmúlt évet ciprusi edzőtáborral záró Kerekes Dóra február végén a téli dobó magyar bajnokságon kezdi a szezont, majd a portugáliai Leirában a dobó Európa kupán lép dobókörbe. Az ő idei főversenye a nyári római Európa bajnokság. Most szerintem erősebb vagyok, mint tavaly, úgyhogy bizakodó vagyok. Remélem, hogy nem lesz semmilyen sérülésem, és úgy tudok belevágni a versenyszezonba. A súlylökő Tóth Balázs számára nagyszerűen indult az év, mivel 18 méter 19 cm-es egyéni csúcsot dobott a nyíregyházi szezonnyitó versenyen. Kerekes László reményei szerint tanítványa idén eléri a 19 métert, amivel már rendszeres részvevője lehet a nemzetközi versenyeknek is.